A magyar sportlövészet műhelyéről szóló sorozatunkból nem maradhat ki Komárom, amely a sportág egyik hazai fellegvára. 60 fő számlán a versenyzőinek a létszáma, ami szerintem az utánpótlásban is nagyon kiemelkedő helyen állunk, mert szerintem egy ilyen 30 fő az a utánpótlás, az a 12-13-14 éves gyerekek, akik űzik ezt a versenysportot, és ezen túl ugye részt veszünk a világversenyeken, mint Pekler Zalán, Bajos Gitta, Vince Regina, és sorolhatnám még a többi versenyzőmnek a nevét, akivel elég szép számú sikereket élünk el. Kisvárdai István 1988 óta edzősködik a városban, és a toborzásból is kiveszi a részét. Van nekünk egy lőterünk a Monostori erődbe, és jönnek csoportok lőni. Ad is pénzbevétel nekünk, és ott, ha találok ügyes gyereket, akkor azt ide irányítom. A általános iskolások közül pedig minden évben megrendezik Komáromba, Bozsik iskolába egy ilyen diák verseny, de nem csak lövészet szerepel benne, hanem sok-sok versenyszámon, atlétika, futás. És akkor itt is kiválasztjuk a legjobbakat, hogy egész iskolát lelövetjük, és akkor a legjobbakat ide irányítjuk. A klub egyik nagy reménysége Vince Regina és Kisvárdai István tanítványa. Az ő közbenjárására igazolt hozzájuk Zirc-ről. A 17 éves sportlövő nem kevés időt áldoz a sportra. Egy edzés oda-vissza egy-egy óra, és hát ez suli után történik meg, és este valamikor hazaérek, és utána neki állok tanulni. A sok utazásért cserébe Regina remek közösség tagja lehet, amelyben rendszeresek a csapatépítő foglalkozások. Persze, hogy vannak. Nagyon élvezzük őket, és szerintem sikerült ide beilleszkednem. Nagyon jó a társaság, és kialakultak szoros barátságok is. Társasjáték vagy kártya, az egy nagyon fontos alapkellék. És akkor ott van a kis ivásevés, sütögetéses, leüléses, beszélgetéses dolgok, amik persze szintén egy csapatépítő jelleggel vannak. Pekler Zalán 2009 óta a klub tagja, így szemtanúja volt az infrastruktúrális fejlődésnek. Akkor még egy múzeumnak a pincébe edzettünk, ahol hát a körülmények igencsak szerények és szegények voltak. Hát azóta a két lőterünk iszonyatosan megszépült, ugye itt épült egy fedett 50 méteres pálya, egy gyönyörű 10 méteres pályával kiegészítve, amit hát ugye Horváth Zsoltnak és a város vezetésének köszönhetünk többnyire, hiszen nélkülük ugye ez a lőtér most nem állna itt, valamint most az kinti nyitott 50 méteres lőterünk is teljesen felújítódott, és hát ott is világklasszis színvonalon lehet edzeni, hiszen minden körülmény adott, és azóta pedig a klubélet is felvirágzott, hiszen amikor ilyen jó körülmények vannak, akkor a lövők is nagyon szívesen járnak le a lőtérre, és nagyon jó hangulatban tudják az edzéseket elvégezni. Kisvárda István mellett az Európa-bajnok Miskolci Julianna az edzői stáb másik kulcs személyisége. Miskolci Júcival egyébként mindig nagyon motiváló beszélgetni, és mindig nagyon mély beszélgetéseket tudunk lefolytatni egymással, és hát rengeteget tudok tőle is tanulni és meríteni az ő sikereiből, és egy nagyon jó utat mutatott már nekünk akkor 2014-ben is, hogy innen is igenis meg lehet csinálni mindent, amit mi is eltervezünk, és minden adott hozzá.